Máig előttem van Csengei Dénes, ahogy a televízió lépcsőjén állva, a tömegből kiemelkedve, panyókára vetett farmer jackyében, ragyogó jelenség volt szakállasan, költő volt, aki jelenlévő között biztos, hogy mindenki tudja, azon túl, hogy az MDF elnökségének a tagja, és akkor mondta, hogy szabad március 15-ét, március 16-át, március 17-ét, március 18-át, és amikor körülbelül úgy március 20-a köré elért, addigra a tömeg már vette a lapot, és hatalmas taps orkán tört ki, és ott álltam a tömegben, és konstatáltam, hogy lám, a költő a nép élén állva kimondja az igényét, hogy Magyarország legyen szabad végre, és a nép ezt leokézza. Ez volt az a jelenet, azt gondolom, ami egyértelműen bizonyította, hogy az ellenzék és a nép megtalálta egymással a hangot. És ez egyben látványosan bizonyítja azt is, hogy nem igaz az, amit híresztelnek vagy mondanak, hogy tulajdonképpen mindenféle elitteknek a nép feje fölötti paktuma volt az a bizonyos szeptember 18-a, hanem az igaz, amit tőlem idéztél az ellenzék kerekasztal szándéknyilatkozatában, hogy igen, mi nem azért ültünk le a kommunistákkal tárgyalni, hogy a hatalomból magunknak egy-egy részt kihasítsunk, mint ahogy a lengyeleknél történt egyébként, ott osztoztak a kerekasztal tárgyalások nyomán a hatalmon, hanem azért, hogy maga a nép döntsön, mégpedig szabad választásokon.